Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mi a vélemény az eddigi táborról? Nagyon jó a tábor. Nagyon-nagyon. Milyen programok voltak? Hát mindenféle program volt. Szavaló verseny, meg dalverseny, meg ki mit tud, meg városnézés, meg fürdés, meg kézműveskedés. Igen. És mi volt a legjobb? Hát... Hát valami. Hát mondjuk a rombárok. Ez olyan romantikus. Az Aracipuszta templom, meg a Bácsvár. Jövőre mi lesz a program? Jövőre Kárpátia, Szarvas, ha megengedik a szarvasi önkormányzat. Én szeretném. Köszönjük szépen. Teges Böbi, benne leszünk a YouTube-on. Nem, ez a... Tudod, hol lesz? Ez a Józsi. Ez az YouTube-on lesz. Mit üzensz? Itt a kamerába! Na, de cuki! Nem. Ő 4 éves, ő 3 éves. Integes a kamerába, Kati! Lilink, most hol vagyunk? Hol vagyunk? Most Szabadkán vagyunk a vasútállomás előtt. Kurvára csinálom, várjuk a busz, de nem jön a busz. De már 26 van és 30-ra kell jönni. Ki van a telefonodon? Kori van a telefonomon, ahogy ott van a terrorista McDonald's előtt. Hűha. Veled mi újság, Timi? Szétcsípte egy méhecska lábam és most fáj. Hol? Ott. Nekem meg kibomlik a pólóm egyfajtában, itt a pólóm, és mindig. Na, go. Tényleg? Igen. Jöcsi, Anikó, most téged is mutassunk meg. Élvezem az életet! Élvezed az életet? Üzensz valamit az embereknek? Hát, főleg azt, hogy igyatok. Vizet gondoltam. Hidratálás a legfontosabb, Robi, szeretünk. Jöcsi, adjuk ide most. Hát, igazából... Ki az, aki még nincs itt? Itt vagyunk Szabadkának a főterén. Ez a selfie mód. Ja, hogy itt ezen ilyen is van. Igen. Megkeresek a fotógombot. Várjál, nem találjuk. Van fotógomb is rajta? Kati, köszönjük! Józsi! Most én vagyok a vlogger. Milyen vlogger? Vlogot csinálok a YouTube-ra. Vlogot vagy blogot? Ezt légy szíves, rakd bele. Mit? Ilyenkor mondani kell valamit? Aha. Csak úgy. Jó lesz, ugye? De mikor? Interjúkat csinálok. De én az Ákos bíztam meg. Interjúkat én vezetem csinálunk. Az IDETV-t. Maradjunk annyiba, aztán majd megbeszélitek a Filippinek. Ez az IDETV-nek a... Jósi, most hol vagyunk? Itt a Filip... Filip Ákos főoperatőr. De most hol vagyunk? Szabadkán vagyunk. És mit csinálunk Szabadkán? Várjuk a buszt. Nem bántam. És várjuk, hogy Székely Tibor emlékülést tartsunk. És mik történtek az elmúlt pár napban? Elmúlt pár napban készültünk Szabadkára, éjjel-nappal. Nem. Volt egy nap egy szavaló verseny, mindenki Szabadkáról mondott egy verset. Uh-huh. Este pedig népdalokat énekeltek szintén Szabadkáról. Uh-huh. És volt egy ki mit tud is, ahol lehetett zenélni, gitározni, Szabadkával kapcsolatos verset énekelni, zenélni. És éppen itt van melletted az első díjas. Ja, bocsánat, na. Nem, akkor ki vagy? Én nem operatőr, vagyok. Operatőr. Első vagyok? Operatőr. Ingyen reklám a Coca-Colának. Milyen volt az operatőrködést? Nagyon jó, főleg, hogy alig csináltam interjút, mert senki nem akart. Nem. Neked nagyon jó, sok ember. Nem vagyok szimpatikus senkinek. Nem hiszem.
Ez nem is tudom. Nem megfelelő válasz. Szerintem Ákos szimpatikus. De csak én nem hisz, vagy? Tehát egy kis önismeret kellene neki még. Önbecsülés, önismeret. Ezt anya vette? Én vettem. Nekem vette? Nem vettem neked. De én pont ezt a két üdítőt kértem. De, miért nem kapok? Csak akkor kaphatod, ha elmondod, hogy mit néztünk meg Szabadkán. Hát én Szabadkán megnéztem Ez az egyik, igen. Kapsz tudsz kekszet. És akkor én szeretnék nyilatkozni. Elmondja, hogy mit látott, mit nézett. Mi a véleményed az idei identitástáborról eddig? Nagyon jó volt. Mármint idén is nagyon jó társaság gyűlt össze, szerintem. Főleg Begzoli hiányzott, de sajnos nem voltak itt a tavalyi arcok. Voltak tavalyi arcok, de nem voltak itt elődék, és miattuk nagyon sokat sírt a lelkünk, de nagyon jó volt. Nagyon sok csapatépítés volt a táborban, ami miatt nagyon összekovácsolódtunk a szeretett, imádott csoportvezetőnkkel, aki megőszül miattunk, de szeret minket. Úgyhogy így összességében nagyon jó volt. Megérte eljönni. Mi tetszett neked a legjobban? Hát igazából nekem nagyon tetszett az dalpárbaj, az nagyon tetszett, meg a Kimi tud. Az nagyon tetszett, és mindjárt megindulunk, és félek, és jövőre jössz? Tervezel jönni? Hát persze, hogy megyek. Akkor is, ha anya nem viszel. Köszönjük szépen. Magamtól elmegyek.